Mi magyarok. A törökök félik, a világ kortyolja. Egri a vér. A város és környéke büszke lehet borára. Összegyűjtötte benne, amit meg akar mutatni magából. Mindenből a legjobb került bele. A házasítás tökéletesen sikerült. A bikavér szabályzata előírja, hogy legalább háromféle az egri borvidéken termett, védett eredetű száraz vörös szőlő borából kell készíteni, és ezek között legnagyobb arányban a kék frankosnak kell lennie. Az elnevezés az egri vár 1552-es ostromához fűződik. A legenda szerint a leghevesebb harcok idején Dobó István várkapitány bort osztott a falakon küzdő védőknek. A katonák a csatahevében hordóból, kupából, sisakból, talán még a tenyerükből is próbáltak kortyolni, így a vörösli szerteszét folyt a szakállukon. A babonás törökök erre azt hitték, hogy a magyarok a bika vérét is szák, és ettől legyőzhetetlenek. A termőhely különleges, Magyarország egyik legismertebb történelmi borvidéke. Az alföld melege, a bükkajja klímája és talaja remek terem, ahol évezredes hagyománya van a borkultúrának. A 19. század közepe óta nevezik bikavérnek a testes egri bort, amit néhány évtizeddel később grüberjenő borász indított el hódító útjára. Ma az egri pincészetek az ország jelentős termelői, tulajdonosai közül 2018-ig Tummerer Vilmos, Gáltibor, Vince Béla és Lőrinc György érdemelte ki az évborásza címet. A Hungarikum Bizottság az egri vikavért 2017-ben a Hungarikumok sorába emelte. A műsorszámot az Agrárminisztérium és a Hungarikum Bizottság megbízásából a HM Zrínyi Nonprofit Kft. készítette.